Hallottuk a rádióban, állandóan ment a konzsuzsa, meg hát az újságban benne volt a konzsuzsa. A hosszú, szép, barna hosszú haj, igen. Na hát én nagyon az akartam lenni. Ilyen determináló erővel bírt. Na, én nekettem, dobáltam a hajam össze-vissza, és amikor a legelső nagyon nagy műsorunk volt, akkor ez eszembe jutott a színpadon, amikor láttam a sok népet, még a villanyoszlopon is voltak nagy ecseden, és lepedőre ilyen nagy firsztollal írták ki, hogy Guszti szeretünk, meg ilyenek, és ahogy ott álltam a színpadon, és ugye ment a mi zenénk, és láttam a közönséget, eszembe jutott, hogy... Bejött, sikerült. Énekesnő lettem, na.